Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Ebben a feladatban határértéket kell számolnunk. Véges helyen vesszük a határértéket, nullában, tehát első lépésként behelyettesítünk. Íjad nulla az 1, mínusz 1 per 0, azaz 0 per 0 típusú határértékünk van. Ebben az esetben azt tanultuk, hogy szorzattá kell alakítani, majd egyszerűsíteni. Azonban ennél a típusnál ez a módszer nem vezet eredményre. Előadáson viszont tanultuk a L'Hôpital szabályt, amely pont 0 per 0 vagy végtelen per végtelen típusú határértékekre vonatkozik. Ez a szabály azt mondja, hogy amennyiben a deriváltak hányadosának létezik határértéke, akkor és az a-val egyenlő, akkor az eredeti feladatnak is létezik, és egyenlő a-val. Nézzük, esetünkben használható-e a L'Hôpital szabály, tehát azt kell kiszámolnunk, hogy a deriváltak hányadosának a határértéke az létezik-e. Tehát külön deriváljuk a számlálót, és külön a nevezőt. Számláló deriváltja, ugye i ad x-nek, i ad x mínusz, i ad mínusz x, ez már összetett függvény, tehát i adnak önmaga, szorozva a belső függvény deriváltjával, nevező deriváltja az 1. Ez már biztosan nem 0 per 0 típusú határérték, hiszen a nevező 1. Helyettesítsünk be, i ad 0 az 1, mínuszszor mínusz az plusz, i ad 0 szintén 1 per 1, azaz 2. Tehát ez a határérték létezik, tehát a L'Hôpital szabály alkalmazható, és azt mondja, hogy a feladatunk határértéke is létezik, és egyenlő.